A Mi Hazánk mozgalom most vasárnap délután 4 órakor a Budai Várban a Sándor Palota, tehát a köztársasági elnök, illetve Orbán Viktor hivatala a Karmelita Kolostor előtt szabadságtüntetést tart 3 kérdés miatt, hiszen Magyarországon a média és a politika sem számolt be arról, hogy a WHO, tehát az Egészségügyi Világszervezet december 1-én úgy döntött, hogy egy olyan nemzetközi kötelező jogi érvényű szerződést szeretne aláírni az országok kormányaival, amely járványhelyzet esetén átvenné az irányítást az országok fölött. Ez azt jelenti, hogy akár valahol távol a globalista nagy Big Pharma, a gyógyszermafia által finanszírozott WHO vezetői, akár az etióp korrupciós ügyekkel gyanúsított vezetője dönthet majd arról, hogy kötelező oltást rendelnek-e el akár Magyarországon, és beoltják-e a magyarokat. Azt gondoljuk, hogy ez szuverenitási kérdés. Ráadásul az már kiderült, hogy a koronavírussal számos dolog nem stimmel, és nem szeretnénk akár egy mesterséges járvány sem a jövőben, amivel kapcsolatban akár a WHO dönthet majd arról, hogy kötelező oltás legyen a Magyarországon. Tehát ez ellen tiltakozunk, szuverén, szabad, független Magyarországot követelünk, és azt követeljük, hogy a kormány, főleg, hogy már csak néhány napja van hátra a választásokig, semmiféleképpen ne írjon alá ilyen jellegű nemzetközi megállapodást, szerződést. Szintén tüntetünk amiatt, hogy az ukrajnai háború kapcsán mind a balliberális ellenzék, mind a Fidesz alapvetően a globalisták álláspontját támogatja, hiszen az EU csúcson sem akadályozta meg a Fidesz kormány azt, hogy 2027-ig Európát leválasszák az orosz nyersanyagról, a gázról, illetve akármilyen egyéb nyersanyagról. Mi azt gondoljuk, hogy ez Európa érdekei ellen hat, ez Magyarország érdekei ellen szól, ezért a Mi Hazánk mozgalom semmiféle ilyen jellegű gazdasági szankciót nem támogat Oroszország ellen. Mi azt kérjük, hogy maradjunk ki ebből a háborúból, és ne a globalisták érdekeit szolgálja ki Magyarország, hiszen gazdaságilag ebbe bele fog Magyarország rokkanni. Tehát ezért is tüntetünk a szabadság tüntetésen, illetve a harmadik követelésünk az pedig az amnestia törvény. Azt követeljük, hogy a 2006 és 2010 közötti politikai jellegű motiváltságú ügyek kapcsán hirdessenek amnestia törvényt, közkegyelmet. Ezt a választások után leendő parlamenti pártként be is fogjuk nyújtani az országgyűlés elé ezt az amnestia törvényt, hiszen Gyurcsány Ferencék voltak azok, akik miatt megbomlott a törvényes rend 2006-tól kezdődően Magyarországon. Az mégiscsak elképesztő, hogy az elmúlt 12 esztendőben a Fidesz ahelyett, hogy Gyurcsány Ferencéket számoltatta volna el, ehelyett hazafiakat küld több mint 100 évre börtönbe olyan üggyel kapcsolatban, amivel kapcsolatban az előző eljárás során bebizonyosodott, hogy a bíróság rendkívül sok szabálytalanságot, illetve eljárás jogi hibát követett el. Mi ezért szeretnénk azt, hogyha egy amnestia törvénnyel lezárnánk végre a 2006 és 2010 közötti időszakot, illetve a Mi Hazánk mozgalom a választások után el akarja számoltatni a Fidesz kormányt és az egykori Gyurcsány kormányt is.